Ez a Sláger reggel. 10 perc múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Forlán Petrával. És Viktorin Tamással. Jó, de olyan csilingelő a hangom ma. Ilyen? Nem, csak vicceltem. Tök jó a hangod. Tényleg? Jó, mély, hát egy pasinak legyen mély a hangja szerintem. Hát pláne egy reggel. Hát igen, még dörg meg egy kicsit. Hát, szerintem magad. Nagyon sokan örülni fognak tényleg? Ennek. Hát de erre visszaalszanak. Vagy azt szinte, hogy anya főket a barna medve. Vagy valami. Crazy Karesz azt ír, egy szép reggel, drágáim, neked is. Aztán sziasztok, tudna segíteni valaki, hogy a Soroksári út Lechner-Ödön fasoron a forgalom már elterelve van? Vagy elterelték már? Köszi, Andi. Igen, Tomi, igen. Az információ helyes, igen, tehát megváltozott a forgalmi rend a Soroksári úton a vágány építés miatt. A kifelé vezető oldalt lezárták a Dandár utcától a Tóth Kálmán utcáig. A forgalmat a Lechner-Ödön fasorba terelték, amit ezen a szakaszon kifelé egyirányosítottak, úgyhogy legyenek óvatosak a környéken. Stegi azt írja nekünk, hogy jó reggelt mindenkinek, Rozális itt van, jó reggelt Petra és Tomi, soknak találtuk az esőt, most soknak találjuk a meleget, nem lehetne vegyesen kapni? De, ja, javaslom. Igen, ez ilyen tipikus magyar, nem? Tehát, hogyha meleg van, akkor azt nem szeretjük, ha esik az eső, azt nem szeretjük, hát igen. De ez... Ugye én szoktam erről prédikálni, hogy minden időt úgy kell szeretni, ahogyan szeressük egymás gyerekek, igen. És stb. Hát megdöglöttem a hétvégén konkrétan. Mi csináltál? Hát szombat reggel kimentem, hogy levágom a füvet az utcám el, úgy körülbelül egy csípő magasságig ért. De konkrétan. Hát mert annyi eső volt, hogy... Csegevara, a bocvanai őserdőbe, úgy körülbelül az volt a feladat. És hát ugye én nem bírom a meleget, ugye ezt is többször hangsúlyoztam már. Hát póló nélkül topless fűnyírás történt az utcán. És úgy, ez csak úgy éreztem, mondom, de érdekes, mondom, hogy biztos valami izé, mondom, valamit szállt fel, valami, úgy kicsit így ég a hátam. Hát aztán nem az volt, hogy valami rám szállt valami pollen, hanem szép vörösre sikerült, és az arcom is, tehát a homlokom konkrétan. De most ebből nem, semmi bebarnultál, igen, pedig ilyen vedlős vagyok, mint az anakonda, és azonnal ledobom a bőrömet, de valahogy sikerült megúszni ezt. Dögletes meleg volt. Igen, Géza is azt írja, hogy szép reggelt, mindenkinek berobbant a nyár szombaton végre. Igen, és én ennek nagyon örülök, mert tekintettel arra nyári lány vagyok, nekem ez a kedvenc évszakom, imádom a hőséget, imádom, hogyha izzadok, meg minden ami a nyárral együtt jár, és szombaton képzelt hazamentünk Váczent Lászlóra, amíg a kis férjem füvet nyit. De jó neki is. Igen, nagyon imádta, ő is nagyon szerette, ő is ilyen megégős típus, mint te. Addig én meggyet szedtem a fáról, és mosatlanul minden, hogy nem foglalkoztam vele, mint gyerekkoromban. Előjöttek azok az élmények, tudom, amikor fölmásztunk a fára, a barackot onnan ettük, és annyira jól éreztem magam. És utána kapaszkodtál az alföldi porcelánba. Nem, semmi baj nem volt. Nem volt lepermetezve akkor. Nem, megettem egy csomó meggyet, és tök jó volt. És nagyon jó érzés volt. Tegnap pedig a barátainknál voltunk, nekik van medencéjük, nagyon nagy mázlistek, és ott találtam magamnak egy unikornist. Azt hittem, hogy így más az unival kezdődik. És egy unikornisba. Hát ja, ilyen sztorim voltak, de nagyon pihentető volt a hétvége, nagyon szerettem. Hát jó is volt, igen. Mondjuk még lehetne füvet nyírni, mert ugye a kertbe csak a felét vágtam le, de akkor már eldobtam a szerszámot, hogy elég. Tehát ilyen nincsen. Mekkora a kertetek? Figyelj, hát a leégés szempontjából háromszor tudok leégni, mire a végére érek. Igen, drága hallgatóink, hogy telt a hétvége? Esetleg, ha már nyaralnak, akkor azt is írják meg, hogy hol, hát ezzel tippet tudunk adni annak, aki mondjuk szeretne elutazni, nyaralni, mert azért most ez sem egy olyan egyszerű sztori, hogy kitaláljuk, hogy ki hova van nyaralni. És hogyha már volt slágerkoncert Depeche Mode-dal, mert hogy azzal folytatjuk, azért érdemes lesz a héten figyelni, csütörtökön ismételtem, mert hogy a Queen ikonikus 86-os budapesti koncertjével készülünk, úgyhogy szerintem sokan ott voltak. Anyukám is. Komolyan? Aha, igen. De jó. Na hát, úgyhogy hatalmas Queen-nel folytatjuk, Queen partival folytatjuk, most még egyelőre a Depeche Mode érkezik, ez a Personal Jesus. 6 óra 14 perc, a jó reggelt mindenkinek! Sláger reggel! 8 perc van fél hét, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Hétvégi élményeinket boncolgatjuk. Stegi azt írja, szombaton családi banzáj volt, megint egy évvel öregebb lettem. Isten éltessen, boldog Stegi. Boldog szülinapot. Vasárnap a gyerekek pancsoltak a medencébe, mi pedig a kertben tettünk-vettünk. Két hét múlva irány Sáros patak és környéke. Ú, de jó, ott még nem jártam, de nagyon szeretnék elmenni, mert gyönyörűséges képen már láttam. Zsolt is írt nekünk, jó reggelt, hogy telt a hétvége. Folytatom kellett volna a melléképületet, ki kellett volna cserélnem az autómon
otthon egy rakás alkatrészt, inkább tutuigattam a növénykéimet a kertben, mert semmi hangulatom nem volt ideg összeroppanni. Ismerős az érzés, igen. Én csak arrébb akartam állni az autómmal, a repülőautóval. És? Most meg kiállok a megyfa alól. Igen, szegény. Konkrétan már olyan állapotban van, hogy az valami rettenet. Mikor fejezed be? Petra, most ezt hagyjuk már. Én Zsoltival értek egyet, az ideg összeroppanást azt hagyjuk másra. Okay. Na, úgyhogy én is, hát láttam, hogy már az aksi az már nem fogja beindítani, úgyhogy kivettem, ráraktam a töltőre, majd a töltő azt mondta, hogy Tomikám, dobd el ezt az akkumulátort, mert ez már kuka. Igen, úgyhogy jó, mert a másik autó az éppen szervizben van, és ott is aksit kell, hát mindegy, szóval. Jó, hát anyagi csőd. Nekünk azért szerintem jobban telt a hétvége, mint azoknak, akik a Margit-szigeten szombaton futottak, és látták azt az úriembert, aki mesztelenül futkározott ott. És tudod, mit mondod? Imádom magam! Köszönöm nektek! Jelentsen is ez bármit. Igen, és az a szép, hogy megörökítették hátulról, lehet látni, hogy valóban tényleg pucéran futott a Margit-szigeten, ahol családok, gyerekek, tehát azért hétvégén kiviszed oda a gyereket, és szegénynek mit mondasz? Hát megáll a növésben. Tehát szóval azért... Aztán az úriember utána feltűnt Budán, és a rendőröknek sikerült elkapniuk, hála jó Istennek. Igen, de az a mókás, hogy még az Erzsébet hídon is, hogy jazzel, tehát hogy így körbejárta a város tulajdonképpen. Hogyha esetleg a hallgatóink közül volt olyan, aki a Margit-szigeten éppen futott volna, hanem futott volna, vagy kivitte volna a gyerekeket, és találkozott ezzel az úriemberrel, akkor mesélje el nekünk a sztorit, mert kíváncsiak arra, hogy hogy nézheted ki, tehát hogy a szemed, tudod, hogy látod-e, hogy valami, valami nincs rendben. Hát ha azt nézed, igen. És mondjuk ez is igaz. Tehát azért, na mindegy is. Jó, fura fazonokkal találkozunk, az tény. Igen. Meglephetnek minket, úgyhogy ezek a történetek is jöhetnek. Tehát ki volt a legfurcsább fazon, akivel találkozott, akár az utcán, akár strandon, bárhol. Én azért elég sok emberrel, mert ugye BKV-zom, és ilyenkor azért ott vannak furcsaságok. Aha. 0630-30-30-95-8 itt a One Republic. Jó reggelt! Ez a Sláger reggel. 9 perc múlt fél hét, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egészen különleges jeleneteknek lehettek szemtanúi azok, akik a hétvégén a Margit-szigeten jártak, mert egy más is járt a Margit-szigeten, méghozzá enyhén szóva Pőrén, anya szült mesztelenül futott, meg is tött egy kört a Margit-szigeten. Majd utána... Egy teljes kört? Igen. Azt nem is tudtam. Oh. Igen. Ismerőseim kiültek a padra, galambokat etetni, aztán figyelj csak! Komolyan, tehát akkor ők látták. Igen, azt a... és először azt hittem, hogy valami pszichedelikus dolgokkal játszottak ők ott, mert hogy csak elmesélték. És azt hitted, hogy bolondok. Jó, hát most előfordul az ilyen. Már nem az, hogy az ismerőseik között, de hogy, tehát, hogy nem nyilván most elhittem a történetet, de hogy utána láttuk, hogy többen jelezték, hogy hát ott igen találkoztak vele. Feltűnt az Erzsébet hídon is, anya szült mesztelenül, közben ordibált, ugye, hogy imádom magam, köszönöm nektek. Milyen édes, de legalább nem csúnya dolgokat ordibált. Az mondjuk szerintem egyen jobb. Mondjuk igen. Jött egy üzenet egyébként, miért mindig a férfiak bolondulnak meg, és nem a nők? Nem csak a férfiak. Emlékszel még arra a Párkányi nőre, aki nagyon sokszor volt a híradóban? A zenét aki hallgat? Zenét hallgatott, így van. Na hát ő például egy hölgy volt, és évekig nem tudták őt fülön csípni. Reggel elindította az operát és igen. Estig hallgatta. Megőrítette ott az embereket. Én de nem úgy, ráadásul úgy emlékszem, hogy kirakta az ablak Párkányba a hangszorot, és kifelé, tehát, hogy mindenkit nevelt. És ugye azért nem lehetett lefülelni, mert hogy pont nem érte el azt a határt, ami miatt már megbüntetették volna, de végül csak sikerült, csak hát sok évbe telt. Nekem a legfurább fazon, kettő volt talán, a két legfurább, akivel találkoztam, az egyik egy bácsi, aki még annó az egyes villamoson közlekedtem, amikor még nem voltak ilyen nagyon durva dolgok rajta. Szóval akkor a bácsot velem szembe leült, és előszedte a kis szalvétáját, arra kirakta a kolbászt, és akkor elkezdte szeletelni, és őt falatozgatott, és megkérdezte, hogy kösz? Mondom, nem köszönöm szépen, tudod, nem tudtam, hogy mit illik mondani erre, mert hogy most elfogadjam, ne? Hát jó, és akkor evett tovább. De ilyen az, nagyon kis kedélyesen. Igen, az lett volna kellemetlen, hogy az illem ilyenkor az diktálja, tehát hogyha elveszel egy katonát, igen, akkor neked is vissza kellett volna kínálni. Igen. Tehát, hogy akkor te is előveszed a kis ízbe batyodból a szalonnát, és akkor elkezdesz ott felkockázni, igen. Nagy harit. A másik fura, az pedig a körúton egyszer egy pandának öltözött ember nyáron, tehát ugye
Világos. Azért az úgy elég meleg lehetett az a kis panda jelmez, és akkor ő ott úgy sétált, meg ott várta a villamos, mikor jöttem reggel. Először azt gondoltam, hogy nem aludtam ki magam, és valami furcsa dolog van az agyammal, de nem, az az ember az ott volt. De pandának jó. Öltözve. Tehát oké, rendben. Ez a beöltözős sztori, ez nálunk is volt. Mi a valamelyik szórakozó helyen voltunk, már nem emlékszem, hogy melyik hely. De egyébként tehát magamnál voltam, tehát hogy sőt, még fotók is vannak, tehát hogy tény, hogy ezt nem álmodtam. Két dán srác volt, mind a ketten banánnak voltak öltözve. Egy banán jelmezbe voltak, és hát először is nyilván, mint megláttuk őket, hülyére röltük magunkat, ugyanúgy a körútot, a nyugati környékért, és olyan jól összehaverkodtunk, bementünk ott a gyors étterembe, álltunk a két banánnal, figyelj, halál jó fejek voltak, két olyan laza, igen. Hát gondolom, Dániában azért nem az a rúgjuk ki a házoldalát, tehát egy kicsit, mint Svájc, hogy beszórjuk a konfettit a porszívóba már élből, tehát ezek a féktelen bulik, és akkor eljöttek Magyarországra, ahol minden tized annyiba kerül, és ezek, hát jól érezték magukat. Kimaxoljuk a dolgot, igen. Úgyhogy van még, azt hiszem valahol van közös fotóm a banánokkal. Azt keresd már meg majd. Utána nézek, ígérem. Drága hallgatóink, hogyha van hasonló sztoriuk, akár banánemberrel, pandával, vagy a mesztelen férfival találkoztak a Margit szigeten, akkor ezt is megírhatják nekünk. 0630 30 30 95 8. Imádom ezt a dalt. Hát ez valami zseniális, igen. A Sugar Babes legjobb slágere szerintem, igen. Na jó, hát akkor folytassuk is ezzel. Ha már elindítottam, mit szólsz? Azaz push the button, jó reggelt! Ez a Sláger reggel. 6 perc van, 7 óra, jó reggelt kívánunk Vardán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye arról beszélgettünk, hogy a Margit szigeten volt egy úriember, aki pucéren futott. Mi is elmeséltük a saját élményeinket. Szerintem, hogy azóta keresi, ugye? Azóta keresi a banános képet, amiről sztorizott, de sajnos nem találta meg. Ebben a konstellációban nagyon furán hangzik. Tehát az a banános kép. Igen, szerintem azoknak, akik még most ébrenek, igetett banánjelmezbe volt öltözve valaki. Igen. Hát ő rossz az, aki rosszra gondol. Világos. És ugye azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki milyen fura fazonokkal találkozott, és azt hiszem, hogy Louis viszi eddig a prímet. Sziasztok! Néhány éve a Jászai Mari téren egy hölgy topleszben pancsolt a szökőkútban. Jó van, hát... És vajon mit mondogathatod közben ő is ugyanazt? Hő, de rohadt meleg van. Hát, te szép igen. Vagyok, vagy mi nem lehetett? Nem tudom, igen. Hát érdekes megközelítése ez mondjuk a pancsolásnak, hát vagy a nyárnak. Lehet, igen. Hogy újra kislánynak érezte magát, tudod, és ő volt ja, a pancsoló közben kislány. A Bambit énekelte? Igen. Hát a fene tudja. Na mindegy is, köszönjük szépen az üzeneteket. Igen, kicsit sokkolva vagyunk, de mindegy. Mert néztem, és nincsen ilyen webkamera a Jászairól. Hát esetleg feltűnik igen. Még valaki. Viszont egészen érdekes dolgok történhetnek, hát lakáson belül is, pláne, hogyha az ember albérletben van. Hát szerintem mindenkinek van valami sztoria ezzel kapcsolatban. Igen, mi találkoztunk egy olyan sztorival, amit a Redditen olvastunk, egy fiatal pár írta meg a történetét, hát szürreális. A főbérlő ugyanis azt mondta nekik, hogy szeretne bemenni a házba, hogy megnézze, hogy minden rendben van, és ők mondták, hogy persze volt pótkulcsa. De hát azt gondolták, hogy ő hazament. Nem, ő ott maradt a házban, édes és arra pofa. Lettek figyelmesek, hogy hát valaki kapcsolgatja a villany, nyilván ilyenkor az ember megijed, mert hogyha nem hisz a szellemekben, akkor is elkezd furán gondolkodni. Nem, hát ő úgy döntött, hogy ott marad. Jó az ilyen a háznál, aha. Igen. Igen, ilyen házmester típus. Hogy mi lett a sztori vége, azt majd a hírek után elmeséljük, addig pedig várjuk az albérlős, főbérlős történeteket, kinek milyen tapasztalata van, esetleg negatív, pozitív, minden érdekel minket. 0630 30 30 95 8, most pedig lőjünk a levegőbe, jön Antonio Banderas és a Los Lobos. Jó reggelt! Sláger reggel! 2:01-8, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ne neves, egész jól megtaláltam az időt. Most már jó vagy órában, abszolút, igen. 8! Jelzeljük, hogy végig gondolom gyorsan, igen. Aztán végeredményben sikerült nem hibáznom, igen. Igen, érdekes sztorit olvastunk az interneten, méghozzá egy főbérlő-albérlő viszonyról, ahol a főbérlő meglátogatta az albérlőket. Csak aztán valahogy úgy térült, fordult, hogy ott maradt. Azért ez elég ilyen. És nem szólt igen. A kedves albérlőknek, akik különböző jelekből észrevették, hogy nincsenek egyedül. A villany égve maradt, fölkapcsolva maradt, stb. Érdekes dolgok történtek. És a legdurvább az az, hogy amikor kérdőre vonták, mert hát ugye előjött, akkor azt mondta, hogy hát igen, ő azért maradt itt a házban, hogy csekkolja, hogy minden rendben van-e az ő házával. Uh-huh. Akkor minek adja ki, hogyha ennyire félti? Hát, ugye nehéz dolog az, amikor ugye viszket az embernek a zsebe. Ja, aha. Mindemellé, meg mondjuk baromi kíváncsi is, és mellé még, nem tudom, van egy ilyen félelem benne.
Hát nem a legideálisabb főbérlő valóban. Igen, képzeld el, hogy az Élősködők című film, ami most ugye hatalmas nagy siker volt, na abban van egy olyan sztori, hogy lent lakik a pincében egy emberke, és nem tudnak arról a fönt élők. Tehát, hogy azért ez egy elég ijesztő szituáció, persze az nem főbérlő, albérlő sztori, de azért tényleg, hogyha most valaki előkeveredik a pincéből, a kamrából, vagy nem tudom én honnan, azért úgy lehet, hogy én is pöszén néznék. Hát, hogy reggelben nyitsz a space-ban. Igen. Jó reggel! Ott van valaki. Igen. Igen. És a szalonnál is például, mint az egyes villamoson az ismerősöd. Igen. Az ismerősöm, ja, a bácsi, akivel találkoztam. Te laktatok ti a bérletben, vagy sosem? Mi nem, de pont most érdekes, hétvégén pont beszélgetünk az egyik barátomékkal, és ők a bérletben vannak. Ott a néni nagyon aranyos, ő kiadja a feladatokat egyébként, hogy hogy kell metszeni a bokrot lent az utcán, meg nem tudom, mi a valaki ilyen dolga, igen. És úgy hagyják ott a lakást, hogy például a hálószoba ajtónál leraknak egy papírzsebkendőt, úgyhogy ugye azt nem veszi észre, mert ugye súlya semmi nincsen, az ajtónál, a csukott ajtón, az valahogy oda teszik, és akkor meglátják, hogy a papírzsebkendő el van tolva, tehát hogy elmennek, itt termen egy fél napra dolgozni, és akkor néni bemegy, körbenéz. De miért? Hát csak úgy megnézi, hogy minden rendben van-e. De ezt megteheti egy főbérlő, mert szerintem elméletileg nem annyira. Elméletileg nem teheti meg, tehát a bérlői jogviszony ugye az erősebb, hát mint a tulajdonviszony, ami ugyan érdekes nyilván, de hát ezért ebben a helyzetben nyilván, tehát valahol ez a te intim szférád, tehát egy személyes hát tér, persze. Annak ellenére, hogy az ő tulajdona, igen. De hát te bérled, tehát kvázi megveszed azt a teret magadnak. Így van. És ennek ellenére, igen, meg egy nyitogatja a szekrényeket, meg nem, hát szóval azért ez nagyon bizarr. Nekünk nagyon jó fej a főbérlőnk, mindegyik az volt egyébként eddig, a mostanit is imádom, ő elég messze lakik, és megbízik vagy bennünk annyira, hogy nem jön oda, és nem csekkol minket, és elküldjük a pénzt, azzal úgy minden rendben van. Egyetlen dolog, ami problémás, hogy nem lehet nekünk kutyánk. Nem lehet kutyust tartani? Képzeld el, hogy nem. Illetve hát házi állatot. Jó, nyilván azért, mert szép a lakás, és szeretné, hogy úgy is maradjon meg. Sajnos nincs kutyánk, ezért szoktak hörcsögeink lenni. Csak hát az időben cserélni kell, igen. Hát az a baj, hogy igen, ők sajnos nagyon korán meghalnak, úgyhogy nem lesz több hörink, úgyhogy most nincs állatkánk, nekem ez az egyetlen, ami így hiányzik, így, de nagyon jó faj a főbérlőnk, tehát hogy tényleg tökre szeretem, nem csekkolgat minket, amikor mondjuk most nem tudom, a férjem felújította a kerti bútort, akkor nagyon örült neki, hálás volt, szóval azért lehet találni normális főbérlőket is, de persze nyilván vannak azért furák. Hát hogyne, úgyhogy ezeket a történeteket várjuk 0630 30 30 95 8, illetve kiraktuk a Sláger FM Facebook oldalára is egy képet, hogy kutya helyett mit lehet tartani például a lakásban, hát akár ide is írhatnak. 0630 30 30 95 8, ezt másodszorra mondom el, viszont a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak, illetve itt a Viber fiók is, és akinek melege van, itt az eső. Jó reggelt! Ez a Sláger reggel! 5 perc múlva 7:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egészen szürreális főbérlős, albérlős történetek jönnek, és itt van velünk Lui a vonalban, akinek a főbérlő, ha minden igaz, teljes leltárt vett, mielőtt beköltöztetek. Jó reggelt! Hello! Sziasztok, szép jó reggelt! Szóval mi történt? Szóval a beköltözéskor lehet, hogy nem voltunk túl bizalomgerjesztőek a párommal, de minden apró részletről leltárt vett fel a főbérlőnk, de végül is nem lett olyan a viszonyunk, mint amilyennek ebből adódóan indulhatott volna. Úgyhogy a végén 3 évet töltöttünk el az albérletben, és olyan jó viszonyban maradtunk, hogy a végén mindent nekünk adott a lakásból, tulajdonképpen az összes bútort, meg az összes apró tárgyat is, és a házba, ahol már költöztünk, a saját házunkba, már oda mindent vihettünk innen. De jó fej. Hát akkor nagyon aranyos volt. Nagyon-nagyon. Azóta is tartjuk vele a kapcsolatot. Lui, drága, te most úton vagy, hogyha jól halljuk. Merre jársz? Mit látsz? Így van. Az M5-ösön jöttem, uh-huh. És most az 5-ösön haladok tovább Ugyi felé. Igazából teljesen jól járható az út, eddig zökkenőmentesen tudtam haladni. Na, szuper. Akkor jó utat kívánunk neked, és szép napot. Ciao, szia! Köszi szépen, szia, sziasztok! Hello. Az egy jó útvonal, az biztos. Jó útvonal? Igen. Igen? Hát merre halad?
Várjuk a további főbérlős, albérlő sztorikat. 0-30-30-30-95-8, hogyha esetleg valakinek olyan jó fej volt a főbérlője, mint amiről nemrég én is hallottam, hogy a koronavírusra való tekintettel elengedte az albérlet felét, akkor ezek a történetek is érkezhetnek. 0-30-30-30-95-8, de kiraktunk a Sláger FM Facebook oldalára is egy képet, oda is várjuk az üzeneteket. Ez a Sláger reggel. 5 perc van, 3-4-8, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Én nem tudom, gondolkodtam sokat rajta, hogy biztos vannak nagyon fura emberek, de hogy a főbérlők között is, hogy konkrétan az embereknek mi jár a fejükben, az valami hihetetlen. Igen, viszont vannak pozitív példák is, hála jó Istennek. Igen. Például Szörényi Andrássy, aki azt írta nekünk a Sláger FM Facebook oldalára a posztunk alá, mi 6 évig béreltünk egy lakást, a tulajdonos nagyon korrekt volt, rendes szerződésünk volt, ha valami elromlott, és meg kellett csinálni, akkor kifizette, vagy mi fizettük ki, de akkor annyival kevesebbet fizettünk a következő hónapban. Nem hívogatott, nem járt oda. Körülbelül egy évben egyszer, ha feljött megnézni a lakást, de akkor is időben szólt. Amikor kiköltöztünk, a kauciót is visszakaptuk. Mai napig tartjuk a kapcsolatot, mert megmaradt a jó viszony. Na, ez az ideális. Igen, az a durva igazából, hogy ez egy sztori, hogy tök normális. Igen. Tehát, hogy ennek így kellene működnie. Igen. Normálisan. Igen. Ákos is írt nekünk. Az én főbérlőm tök aranyos volt, azt mondta, hogy fizethetek természetben is. Jézusom! Azt hittem viccel, hát rosszul hittem, teljesen komolyan gondoltam, amikor visszautasítottam, lekapcsolta a netet, megemelte a lakbért, és néha véletlenül az áram is elment órákra. Szerencsére találtam egy másik helyet, de a kaucióval azóta is tartozik. Atya, fő, de szép azért az. Jó, mondjuk azokat a főbérlőket sem irigylem, akiknek mondjuk nem fizet az albérlőjük, és ugye hát nem tehetik ki a lakásból, mert hogy elvileg nem tehetik ki, hogy ilyenkor mit tehetnek, hát azért trükközhetnek. Például mondjuk zárat cserélhetnek. Na igen, az egy érdekes. Vagy leszerelhetik az ajtót, mert ilyen sztorikat is hallottunk már, hogy persze ki nem rakhatta, de leszette az ajtót. Szerintem és ajtó nélkül jó. Lakásba az kellett visszamenni az albérlőnek. Szellős, pláne mondjuk télen. Igen. Szerintem teljesen jó. És Kovácsné Drávai Renáta azt írja nekünk a Facebookon, hogy én a macskám nélkül soha múlt és jelen jövőben is. Igen, azért az egy nehéz téma, amikor cicával, kutyussal szeretnél költözni, és azt mondják, hogy hát sajnos kisállat alá. Hát akkor mit csinálsz? Hát szóval ez az. Igen. Szerencsétlen macskát hát nem lehet lepasszolni, vagy hát nem tudom, hogy vidékre elköltözteted a családhoz? Hát azt vagy... tudod csinálni, igen, hogy a rokonoknál, a családnál próbálsz találni valakit, aki esetleg befogadja, addig, amíg nem találsz egy olyan albérletet, ahova mondjuk tudod magaddal vinni. Hát és ott is visszautasítani, vagy... Igen. Hát azért az is egy olyan kellem, ez egy nagyon nehéz dolog, igen, albérletben macskát. Nálatok a őrcsögök azok. Jól el voltak a ketrecben, persze. Karesznél is tök jó állatok vannak, ahogy nézem. Sziasztok, néhány éve kibéreltem egy kis lakást, a bökkenő csak az volt, hogy az ágyban egy hatalmas ágyi poloska kolónia lakott. Ne. Szerencsére 2 hét múlva indultam Dániába, addig az étkező padlóján aludtam. Úristen, milyen csípéseid lehettek? Hát igen, az hogy veszi észre az ember? Vagy, igen. Ó, szegényem. És akkor mondod, hogy ezt nem kértem az árba? Oh. Fú, szóval azért ez egy kicsit kemény. Várjuk a további sztorikat is, 0630-30-30-95-8, és nem kell kétszer mondani, Let the Sunshine In, csodálatos napsütésre is számolhatunk, de hát jön még azért kutyára úthenger, ahogy szokták mondani. 0630-30-30-95-8, 7 óra 43 perc van itt a Milk and Sugar és a Let the Sunshine In. Jó reggelt mindenkinek! Sláger reggel! Csak a 95.8 Sláger FM-en! 7 perc van, 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával! És Viktorin Tamással! Hogy mennyire hatékony a parti szűrés, na most nem a buliról van szó természetesen, hanem a parti vízszűrésről. Erre voltak kíváncsiak magyar tudósok, akik nemrég vizsgálták a Duna vizét. A friss kutatás kimutatta, hogy több mint 30 gyógyszer maradványa található meg a budapesti ivóvízben. Ezzel kapcsolatban a következő órában beszélgetünk a fővárosi vízműek, valamint a Greenpeace munkatársával is. Írják meg, hogy milyen vizet fogyasztanak. Petra, te nem csapvizes vagy, ugye? Szoktam azt is, mert a Vácszentlászlói csapvizet nagyon szeretem, amikor a Tomiéknál vagyunk, itt a budapestit nem, mert annak érzek egy mellékizet, és tudjuk, hogy ilyen furcsa vízmánián van, úgyhogy én inkább ásványvizes vagyok. Na tessék, 0630-30-30-95-8, itt az Aqua és a Barbie Girl. Ez a Sláger reggel. 3:49, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Budapesten és környékén két nagy vízmű, nagyjából 2 millió embert lát el olyan ivóvízzel, amit parti szűréssel tisztítanak. Nem a tudsz, és közben szűrés. Takarítják a vizet, nem erről van szó.
A gyógyszer hatóanyagok, az emberi anyagcsere, valamint a WC-re lehúzott gyógyszerek lévén kerülnek a Dunába, és kíváncsiak voltak a kutatók arra, hogy a parti szűrés mennyire hatékony mondjuk ezek ellen. Egy 100 folyamkilométeres szakaszon 107 mintát vettek a Dunából, és 111 hatóanyagot kerestek, ebből 52-t meg is találtak a Duna vízében, minden mintában legalább 15 félét, 10 vegyület fordult elő legalább 80%-os gyakorisággal, szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére használt anyag például, illetve ösztrogént is mutattak ki, hát ez meg a fogamzásgátlók kapcsán kerül a vízben. Na, hogy most ettől mennyire kell nekünk tartani, itt van Simon Gergely velünk a vonalban a Greenpeace-től. Jó reggel! Szia! Jó reggel, sziasztok! Hello, ez nagyon ijesztő? Vagy ez abban annyira nem meglepő, nagyon sok riport volt az elmúlt években arról, hogy a világ vizei tele vannak gyógyszermaradványokkal, és igazából a nemzetközi felmérések szerint Magyarország talán csak a középmezőnyben van, mert mondjuk az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban, Spanyolországban rendszeresen 100-nál több féle hatóanyagot is kimutatnak a felszíni vizekben is, és közel ennyit az ivóvízben is. Nálunk egy kicsit ennél még egy jobb az arány, tehát úgymond még kevésbé vagyunk szennyezettek. Tehát nyilván az semmiképp nem jó nekünk, még hogyha ilyen icipici mennyiségben is, de hogyha gyógyszereket fogyasztunk. De nekem az a félelmem, hogy tudod, hogyha ezt elolvassák az emberek, akkor úgy fognak ezt hozzáállni, hogy jó, akkor csapvizet többet nem, megint akkor veszünk minél több ásványvizet, vagy palackozott vizet, és az meg azért nem jó, mert ugye a műanyag visszakerül a környezetbe, és hát az ellen is dolgoztok ti is folyamatosan, meg mi is folyamatosan mondjuk. Tehát, hogy akkor mi a megoldás? Tökéletes megoldás nincsen. Ugye lehet tudni, hogy sajnos mi is kimértünk például antibiotikumokat felszíni vizekben, növényvédőszereket is rendszeresen kimérünk a Dunavízben, és kismértékben ugye általában határérték alatt, de mégiscsak kimutatható a csapvízben is. Hát ugye nyilván ez egy komplex probléma, nem kéne szennyezni a vizeinket, sokkal rendszeresebben kéne monitorozni őket, sokkal jobb szennyvíztisztítási technológiákra lenne szükség, és hát valóban nagyon sokkal több tudományos elemzés kéne arról, hogy ez vajon mennyire jelent számunkra kockávatot, hiszen arra azért egyre több adat van, hogy ez a sok-sok fajta vegyszer, ami belénk kerül, ezek egyfelől önmagukba is kockávatosak lehetnek, főleg mondjuk egy hormon esetén, amit tudjuk, hogy akár egészen icipici, ilyen milliárdad nagyság rendben is mennyiségben is beleavatkozik a szervezetünk működésébe, hiszen ha belegondolunk, végül is egy pár sejtből úgy lesz ember, hogy a hormonok irányítják ezt a folyamatot. Viszont tényleg az se lenne cél, hogy mindenki eldobható műanyag palackot legyen ész nélkül. Hát vannak egyébként modern víztisztító otthoni berendezések, amivel azért egész jól el tudunk sok vegyületet tisztítani, valamint távolítani a vízünkből. Illetve hát nyilván, hogyha valaki mondjuk például ásványvizet akar venni környezetbarát módon, akkor azért tud balonos vizet venni, vagy megpróbálhatja esetleg rávenni a kedvenc cégét, hogy végre visszaválthatós palackba forgalmazza. Vagy üvegest, és az tök jó, mert ezt vissza lehet vinni, az lenne a legjobb szerintem, hogyha mindenki mondjuk azt. Igen. De azért arra sincs információ, hogy azért ez egyértelműen káros lenne az a vesztett mennyiség, ami a csapvízben van. Inkább itt kockávatokról beszélünk, meg egyre jobb mérési módszerekkel egyre több fajta vesztett tudunk kimutatni sajnos a vizeinkben. Ugye említetted azt, hogy otthoni készülékkel, víztisztítóval ugye nyilván sokkal jobb minőséget, illetve még lehet egy szűrés, de ez ipari szinten nem működik, tehát hogy az kivitelezhetetlen? Tehát azért kerül bele a folyóba például a gyógyszer maradvány? Nagyon érdekes. Igen, mi is, amikor korábban növényvédőszereket mértünk, illetve a kutatás is arra mutat rá, hogy az a parti szűrésű rendszer, amivel például ugye a budapesti ivóvizet is tisztítják, ahogy amikor ugye Dunából kiveszik, ez valamilyen anyagokat nagyon hatékonyan eltávolít, a legtöbb anyagot egyébként eltávolítja, de hát sajnos van pár anyag típus, ami egyszerűen kémiai szempontból mégiscsak át tud csúszani ezen a szűrőn és bejut a vizeinkbe. Azért határérték túllépés nagyon ritkán detektálnak, csak hát sajnos nagyon sok ilyen anyagra nincs is igazából határérték. Illetve ugye például a növényvédőszerekre egységes határérték van, és van valami össz növényvédőszer határérték is, de hát sajnos mi is azt tapasztaljuk, hogy még akár a téli időszakban is 4-5 fajta vegyszer, amikor ugye kicsit a kevésbé aktív a mezőgazdaság, könnyen kimutatható a csapvízből, a nyári időszakban pedig ez még inkább megnő. De hát egyébként emlékszünk, hogy a Balatonból is rengeteg fajta gyógyszermaradványt mutattak ki, de különböző drogokat is, tehát lehet tudni, hogy azért sajnos ami az emberekbe bejut vegyi anyag, vegyszer, akár legyen gyógyszerről szó, vagy bármilyen más anyagról, ha kijut belőlünk, akkor azt nem képes a szennyvíztisztítást igazán jól kezelni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk. Ciao, ciao, szia.
Hát azért ez, nem tudom, hogy kell-e tőle félnünk, szóval azért furcsa érzések vannak ilyenkor az emberben. Hát igen, mert amikor olvasol egy ilyen cikket, hogy azt látod, hogy több mint 30 gyógyszer maradvány található meg a budapesti ivóvízben, akkor elrettensz nyilván. Oh, igen. A folytatásban viszont hívjuk hamarosan a fővárosi vízművek üzemeltetési igazgatóját, Csörnyei Gézát, őt is megkérdezzük, hogy mi az ő álláspontjuk erről az egész dologról, de írják meg, hogy csapvíz vagy palackos víz. A Sláger FM Facebook oldalára is kiraktunk egy képet, oda is lehet természetesen kommentben válaszolni. Most pedig jön az Earth, Wind and Fire, az a Let's Groove. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 8:59, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával és Viktorin Tamással. Ahogy nézem, a Sláger FM Facebook oldalára kitett képünk alatt a kommenteket, mert ugye most itt összeugrasztottuk tulajdonképpen a csapvíz és a palackozott víz pártiakat. Pusztán csak megkérdeztük, hogy ki mit fogyaszt, vagy ki miben bízik jobban. Rozál azt írja, én a csapvizet jobban szerettem eddig. Uh-huh. Tehát azért nincs itt ekkora probléma. Csaba azt írja nekünk, hogy mi így szűrjük a vizet, és egy ilyen víztisztítót is odaposztolt nekünk, illetve Tomi is azt írja, hogy ő a palackos vizet szereti jobban. Hát kíváncsiak vagyunk tényleg arra, hogy mi az átlag a hallgatóinknál, úgyhogy a Sláger FM Facebook oldalára a képünk alá írják kommentben, hiszen hamarosan a vízművektől is hívunk egy munkatársat, és ő is majd segít nekünk eligazodni abban, hogy most kell-e aggódnunk amiatt, hogy 30 féle gyógyszer maradvány található meg a budapesti ivóvizekben, vagy kordában tart a dolgot, és ez nem olyan nagy probléma. Így van. Addig pedig érkezzen egy találódal, ebben biztosak lehetünk. Jön a Right Said Fred, I'm Too Sexy. Jó reggelt! Sláger reggel! 8:59, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával és Viktorin Tamással. Egy örök dilemma szerintem az, hogy csapvíz vagy palackozott víz, hogy ki mire esküszik. Most viszont egy kutatás megjelent, mi szerint rengeteg gyógyszer maradvány találtak a Dunának egy 100 kilométeres szakaszán, tehát hogy visszakerül tulajdonképpen az emberi szervezetből a természetbe, és így közvetve a csapvízbe is például ez a gyógyszer maradék, vagy gyógyszer maradvány. Itt van velünk a vonalban Csörnyei Géza, a fővárosi vízművek üzemeltetés igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Kell ettől nekünk tartani? Kell nekünk ettől félnünk? Ez egy érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy az, ami megjelent itt a médiában az elmúlt napokban, az egy érdekes problémára hívja fel a figyelmet. Ugye a vízművek elég régóta foglalkozik itt a különböző szennyezőanyagok kérdésével, valahogy milyen szennyezők és milyen típusú problémák szembesülnek ugye vagy okoznak problémát a fogyasztóinknak. Hát ez a tanulmány is egy ilyen eset, ugye ezt évekkel ezelőtt készítettük el pont azért, hogy lássunk tisztán ebbe a kérdésbe, lássunk tisztán azt, hogy a új típusú szennyező anyagok azok mégis milyen kockázatokat jelentenek a fogyasztóknak, és ugye meglévő eljárásaink, a meglévő alkalmazott tradicionális tisztítási eljárások milyen eredménnyel tudnak megbírkozni ezekkel. Ez a tanulmány tulajdonképpen pont azt állapította meg, hogy a hagyományos értelemben vett parti szűrés, ami ugye Budapest, illetve több más magyar város vízellátásáért is felel, vízellátását is biztosítja, ez 95%-os eredménnyel tudja ezt a problémát kezelni. Hát ugye ehhez képest pedig megjelent napokban ismét ennek a cikknek egy újabb változata, és hát sajnos gyakorlatilag a hazai fordításba ez úgy került át, hogy de bizony a szennyező anyagok azok jelen vannak a kútvizekben, tehát a parti szűrés után a kutakban még kimutatható mennyiségben vannak jelen ezek a szennyezők. Ez ugye mit is jelent? Ugye azt látni kell mindenképpen, hogy ezek a kutatások, ezek nyilván fontosak, mert olyan területekre világítanak rá, amikkel korábban még nem találkoztunk, nem foglalkoztunk. Elég sokat lehet ezekről a dolgokról hallani. És ugye azt is lehet hallani, hogy azért nyilván ezek még kutatási szakaszban vannak, tehát teljes biztonságot nem lehet állítani ezekkel a szennyezőkkel kapcsolatban. Nem bagatelizálni szeretném ezt a kérdést, de ugye most már ott tartunk, hogy a szakembereink, a tudósaink számára olyan berendezések állnak rendelkezésre, amikkel tulajdonképpen nanogrammos méreteket, nanogrammos szennyezőket kibírnak mutatni a környezetből, így az ivóvízből is. Ez a nanogram ez egy rettetesen pici szám, az egy milliomod része gyakorlatilag a grammnak. Tehát tulajdonképpen a legkisebb nyomokban, a legkisebb molekuláris egységekben is azonosítani tudják gyakorlatilag ezeket a szennyezőket. De hogyha megnézzük azt, hogy egyetlen tablettányi fájdalomcsillapító, vagy egyetlen tablettányi hormonkészítmény, bármilyen gyógyszer hatóanyag mennyisége, az hány nanogram, akkor ugye azt kell látnunk, hogy ahhoz, hogy egyetlen tablettányi hatóanyag mennyiséget bevigyünk a szervezetbe a szívóvízzel, ami esetleg ilyen nanogrammos mértékben tartalmaz szennyezőt, ahhoz
több millió liter vizet kéne meginnunk, amit hogyha naponta 2 litert megiszunk, akkor ilyen 5000 évig kéne gyakorlatilag a vizet innunk, ahhoz, hogy egyetlen tablettányi mennyiséget bevigyünk a szervezetbe. Á, akkor megnyugtatod minket most ezzel. Tehát, hogyha nagyon nagy mennyiségben ennyi vizet egész életünkben nem iszunk meg, meleg, akkor meleg, lenne meleg gond. Most a nyár, tehát hogy azért igen. Jó, akkor ez egy tök pozitív dolog, úgyhogy nagyon örülünk, hogy beszéltünk, mert így legalább egy picit tényleg megnyugtattuk a hallgatóinkat is. Egy dologra azért fel kell hívni a figyelmet, és azt hiszem, ez nagyon fontos. Tehát az, hogy ezek a szennyezők a környezetünkben vannak, azért igenis mi emberek vagyunk. Így van, pontosan. Elsősorban a városlakók. Tehát az, hogy azokat a gyógyszereket, amiket már nem akarunk használni, lejárt a szavatossága, nincs rá szükségünk, azokat ne a WC-be húzzuk le, ne a WC-be öntsünk be azokat a vegyszereket, amikkel nem akarunk birkózni, mert nyilván a WC-n keresztül visszakerül a vízkör forgásába, visszakerül a környezetünkbe. Műanyag kérdés, gyógyszer kérdés, az mind arra így lesz a figyelmet, hogy nekünk embereknek, nekünk városlakónak sokkal nagyobb a felelősségünk a környezettel szemben, mint amit gondolunk egy ilyen cselekedetnél. Tehát igenis nagyon fontos, hogy ezekre a dolgokra sokkal jobban figyeljünk oda, és sokkal kevésbé terheljük a környezetünket, hogy később aztán ne kelljen ilyen kérdéseket kutatnunk, és ne kelljen ilyen kérdéseket boncolgatnunk. Csörnyei Gézának, a Fővárosi Vízművek üzemeltetési igazgatójának nagyon szépen köszönjük hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm. Viszontlátásra. Szép volt, viszontlátás. Azért ez megnyugtató, igen. Igen. Bár mondjuk tényleg lehet, hogy rácuppanok a csapra, de azért mondjuk... És igen, meg is szól 4 millió liter vizet. 4 millió liter, figyelj, igen. Legyen így. Meg mondjuk locsolok is mellé egyet, úgyhogy azért úgy már összejött. Ugye locsolás közben nem iszod a vizet a slagból. Persze, úgy befekszem a paradicsom alá, és ott izé, szopogatom azért a gödröt. Na jó, hát ne is haragudj. 06-30-30-39. Vizuális vagyok, elképzelhetőleg. Vizuális? Az mit jelent? Szóval 06-30-30-30-95-8. Kíváncsiak vagyunk, hogy a palackozott víz, avagy a csapvíz nyer, illetve a Sláger FM Facebook oldalán is kiraktunk egy képet, oda is várjuk a válaszokat, addig pedig itt van Alice DJ, ez a Barrel of Alon. Jó reggelt! Ez a Sláger reggel! 7 perc, 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Én most ittam egy hatalmas nagy pohár vizet. Csapvizet? Nem. Palackból? Palackozott vizet, igen. De én iszom a csapvizet is egyébként. Igen, és ahol finom, bajom. Ott nagyon szívesen. De az hogy van, hogy ahol finom? Ez hát meg kell kóstolni akkor mondta. Előbb. Hát igen, meg kell kóstolnom, és ott nagyon szeretem például a csapvizet. Tényleg, kimondottan finom íze van. Nem, akkor ott sok csapvizet iszom. Igen. Jó. Szóval Ferenc Tamás azt írta nekünk a Sláger FM Facebook oldalán pont erre a kérdésünkre, hogy palackozott víz vagy csapvíz. Még gyerekkoromban megundorodtam a csapvíztől a faluban, ahol felnőttem, erősen klórozták a vizet, amitől hipóra hasonlító illata és íze is lett. Azóta csak ásványvizet iszom. És Terész pedig azt írja, sok éve szűrt csapvizet fogyasztunk, jobban ízlik, mint a palackos vizek. Ezzel főzök, és a kutyák is csak ezt isznek, eddig nem panaszkodtak. Kedves egészségükre a kutyusoknak. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, és ne feledjék, hogy a következő óra végén ma is szeretnénk megtapsolni a napemberét, úgyhogy tessenek jelölni a családtagokat, a szeretteiket, akiket szeretnének erre a címre felterjeszteni. Ma ugye 29-e van, június 29, szóval, hogyha házassági évforduló, születésnap vagy névnap van, akkor állunk rendelkezésre, hiszen 10 óra előtt picivel ma is felköszöntjük a napemberét. 0630-30-30-95-8, és nem tudom, emlékeznek-e a kedves hallgatók, péntek Petra elárulta egy babonáját, méghozzá azt, hogyha találkozik egy kéményseprővel, akkor megfogja a kéményseprő gombját. A gyerekkoromban ezen... ezt igen, csináltam, mert azt hittem, hogy ez így van, igen, ez igen. A mondás. Hát a saját gombunkat kell megfogni, de mindegy, tehát riadt kéményseprők mindenhol a város szerte, szóval ezt okoztuk ebből a dologból, viszont utána néztem, hogy milyen babonák vannak még ezen kívül, és például, hogyha egy fiatal nő fekete macskát tart, akkor sok kérője lesz. Állítólag legalábbis a néphiedelem ezt tartja. Na, hogy kinek milyen babonája van, írják meg nekünk 0630-30-30-95-8, addig pedig érkezik Cserháti Zsuzsa, ez az I Love You Baby. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 1:04, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával! És Viktorin Tamással! Velünk élő legendák, velünk élő babonák mindig is voltak, mindig is lesznek szerintem, de inkább ezek mind a múltból jönnek valahonnan. És van, aki tartja őket, van, aki szinte azt mondom, hogy ápolja ezt a hagyományt, vagy ezt a tudást, hát van, aki pedig abszolút nem foglalkozik vele. Petra, te hogy vagy ezekkel a babonákkal? Hát én nem vagyok egy babonás típus, de érdekes, hogyha mondjuk a sót kiborítom otthon, akkor félek attól, hogy valami veszekedés lesz, mert ugye ennek ez a babonája, és nem tudom összerakni fejben, hogy vajon volt-e következménye.
Tehát hát valószínűleg nem. Igen, szerintem mert akkor sem. Nyilván, hát most nem azt mondom, hogy kapcsolnál, de hogy akkor eszedbe jutna. Tehát de például nem. Érdekes az, hogy a fekete macskától nálunk itthon Magyarországon félnek, viszont amit te is mondtál, hogy ugye egy brit babona szerint, ha egy fiatal nő fekete macskát tart, akkor nagyon sok kérője lesz. Tehát ott viszont tök jó, hogyha fekete cicákkal vagy körülvéve. És a matrózok is állítólag azt vallották, vagy abban hittek, hogyha fekete macska van a fedélzeten, az jó szerencsét hoz. Tehát te babonás vagy? Voltak dolgok, amikre úgy kapcsoltam. És mint akkor például? Például a sószórás a vállam, bal vállam fölött, az ugye állítólag jót jelent. Azt sikerült egyszer úgy elintézni, hogy konkrétan a nagypapámtól kapott szintetizátor volt mögöttem, és egy olyan szép adagot megszórtam. Hátrafordultam, akkor láttam, hogy ez nem volt egy jó ötlet. Igen. Recseget ropogott az összes gomb konkrétan. És azt onnan kiszedni? Nem tudod. Igen, nem tudod leszedni billentyűket. Nem lehetett, úgyhogy szétszedtem kétszer-háromszor, és továbbra is az onnantól fogva recsegett. Úgyhogy az nem volt egy jó ötlet. Érdekes, megtenni. Hogy a sztárvilágban is nagyon sokaknak vannak babonái. Például Leonardo DiCaprio nem búcsúzik el hídon, mert egy régi olasz babona szerint soha többé nem találkozol azzal, akitől hídon búcsúzol el. Hát attól függ, hogy melyik irányba indulsz el a hídon. Tehát, hogy onnan értelemszerű, hogyha... Meg hogy búcsúztok el? Tehát, hogyha úgy, hogy na jó, viszlát, soha többet nem akarlak le, akkor tök mindegy, hogy hídon vagy belököd a jeges vízbe, az mondjuk onnan, hogy már predesztinálja a dolgot, igen. Aztán John Travolta évente egyszer húsvét első napja előtt új fehér holmit vesz magának, mert abban hisz, hogy így egy évre előzi a gonoszt és a sötétséget. Aha. Jó van, semmi gond. Jack Nicholson fél a tükröktől, és ja, egyszer az Apokalipszis most című film főszerepét azért nem vállalta el, mert hogy a hollywoodi stúdióban, ahol tárgyalt, eltörött egy tükör, és azt mondta, hogy hát ez nem, az neki bal szerencsét hoz. Az Airplane, várjál, nem az Airplane, a nagy duranásban van, amikor búcsúzik el a mennyasszonyától, és ugye létre alatt átmegy, stb. Minden. Eltörik a tükör, stb. Igen, ezek a babonák. Nem tudom, hát szerintem nincs értelme, vagy nincs értelme ezen gondolkodni, most valós-e. Figyelj, érdekes, mert nagyon sok színésznek, énekesnek vannak babonái, tehát mielőtt a színpadra lépnek, igen, rituálé babona, én azt megértem, mert hogyha tényleg úgy érzik, hogy attól jobb lesz az előadás, vagy csak a pszichéjükben az van, akkor valóban jobb lesz az előadás. Hogy a drága hallgatóinknak vannak-e babonáik, és volt olyan, ami esetleg bevált, mondjuk találtak négy levelű lóherét, vettek egy lottószelvényt, és esetleg megnyerték a főnyereményt, ezt is megérhetjük. 06 30 30 30 95 8. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez egy hülyeség, de hát mindegy, azért nem lépek rá a repedésekre a járdán. De komolyan. Tehát azt gondolod, hogy hülyeség, de nem lépsz rá a repedésekre. Igen, elárultam magamat, igen. Van. Jó reggelt, jó Freddy Mercury. Sláger reggel. 6 perc múlva fél 10, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egészen elképesztő, hogy milyen babonák vannak, és mire nem figyeltünk eddig életünk során, csak úgy éltünk bele a vakvilágba. Igen, Tomi egyébként azt írja nekünk SMS-ben, hello, ha bal szemem viszket, örömér, ha jobb szemem viszket, akkor bánatér, és egyébként a szemes dolog az esetek többségében nálam bejön. Tényleg? Én sose szoktam tudni, hogy mit jelent, hogyha viszket a szemem. Egyszerűen csak megvakarom. Jaj, azt hittem, hogy te mondod. Mondom, hát nem igaz. Jó, melyik szemed viszket? Jó. Tüsszentésnél is van ilyen, ezt még soha nem hallottam. Ha a jobb oldalra tüsszentünk, akkor pénzhez jutunk, ha a balra, akkor csalódás vár ránk. Ha párbeszéd közben tüsszentünk, akkor amit előtte mondtunk, az igaz. Tehát ez egy élő hazugság vizsgálat? Tehát, hogyha tulajdonképpen, de reflektál akkor a tested ezek szerint rá, mondjuk tüsszentésen, furcsa ugyan egy kicsit. Viszonylag kevésszer szoktam tüsszenteni, tehát akkor az azt jelenti, hogy nem mondok igazat, vagy hát, akkor ez így vagy nem tudom, hogy a testeddel mennyi vagy így harmóniában, igen, hogy akkor jelez, vagy nem jelez. Viszont, hogyha véletlenül leejtesz egy tojást, és összetörik, akkor jó híreket hallasz. Tényleg? Majd. Igen. Hát az életben nem ejtettem még le tojást. Na tessék, hát dobjál le egy párat, otthon aztán kiderül. Figyelj. Várom a jó híreket, egyébként arra most nagyon vágyom. Ha már a vízről beszéltünk ma, van egy vizes babona is, ezt nem tudom, tudtad. Ne öntsünk olyan pohárba vizet, amiből még nem ittuk ki, ugyanis rossz szellemeket vonzhatunk magunkhoz. Hát én rendszeresen azt csinálom, hogy töltök. Hogy rátöltesz? Hogy persze, hogy még nem ittam meg az egészet, és arra rátöltök. Akkor Uram itt Isten, üljél innen! Itt vannak velem a szellemek, úgy tűnik. Itt ülnek a vállamon. Petra is a rossz szellemek, de jó ég. Én egyszer ment át egy fekete macska, balról ment jobbra az úton. Az jelent valami? Szilveszterkor balról ment jobbra. Nem tudom, hogy mit jelent, de nem akartam elütni, tehát ennyi volt, csak pusztán a lényeg. Én rádudáltam a macska, és visszafordult.
És ha visszafordul, akkor, akkor mi van? Történt veled valami utána? Semmi. Szilveszterkor? Hát, elég durva dolgok történtek velem, úgyhogy lehet, hogy ez tényleg igaz. Nagyon szépen köszönjük az SMS-eket, várjuk az újabbakat méghozzá napembere témakörben. Ki legyen a mai napembere, akit megtapsolunk, írják meg nekünk. 0630-30-30-95-8, most pedig érkezik Dr. Albán, ez a Sing Hallelujah, 3 perc múlva fél 10. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlt fél 10, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Úgy nyújtózkodtál, mint a Mézga családból a maffia macska. Oh, nagyon jól esett. Imádok nyújtózkodni, csak most valami kattant a vállamban, de semmi gond. Na tessék, nem tudom, én erről mesélhetnék, nekem minden recseg, ropog, kattog. Jó, de te rengeteg kerti munkát végzel, én meg nem. Azon kívül, hogy meggyet szedtem, más lehet, nem hogy akkor lehet, hogy neked kellene rengeteg kerti munkát végezni, és nekem nem. És igen, akkor és tök akkor... jó lennénk mind a ketten. Na, ez így van. Egy próbát megérjen szerintem. Jó, megyek hozzátok füvet nyírni, kapálni, ezt látod magad gyere. Előtt, ugye, hogy világos. Füvet, jó, igen. Oké, legyen így. Figyelj, akkor már te lennél a napember, az biztos. De nem lehetek én, mert valamelyik hallgató mondhatja meg, hogy ki legyen a napembere, akár családtag, akár mondjuk a legjobb barátjuk, vagy a fodrászuk, hiszen volt már ilyen, amikor valaki a fodrászát jelölte a napemberének. Jó, ennek a jelölések 0-30-30-30-95-8. De természetesen a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak, illetve Viberen is. Addig pedig irány Finnország, itt a The Rasmus és az In The Shadows. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 10 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Eljött a nap legfényesebb pillanata, mondhatjuk nyugodtan így, mert hogy a nap embere felhívásunkra itt van valaki a vonalban. Jó reggelt! Imre, szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Imre! Picit még álmosnak tűnik a hangod. Most ébredtél? Nem, mert fönn vagyok, mert elvittem a nagylányomat táborba is, úgyhogy már fönn vagyunk egy ideje. Milyen táborba ment a lányka? Kézműves táborba. De jó! Az tök jó. Gondolom már várta nagyon, nem? Igen, kell a közösségi így van. Miatt vittük, igen. Így van. Na hát az a helyzet, hogy Kunka, a te nagynénéd jelölt téged napembere címre, mert hogy ma van a születésnapod, ugye? Igen. Isten éltessen, hát nagyon éltessen. Sokáig! Nagyon szépen köszönöm, bár a 46 az már pont az, amikor már mi? A kis Ádám szavaival élve a happy és a birthday eltávolodik egymástól. De ahogy is ne viccelj, a 46 az a pasiknál nagyon jó. Ha én lennék már 46, lehet, hogy kicsit elkezdenék aggódni, de a férfiaknál ez egy tök jó szám. Úgyhogy élvezd és ünnepeld, és érezd magad nagyon jól, jó? Isten éltessen sokáig, puszilunk! Ciao, szia! Hello! Hello, szia! Sláger reggel, csak a 95.8 Sláger FM-en. 5 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. De közben már érkezett Somogyi Zoli is. Ciao. Jó reggelt. Neked van valami babonád, Zoli? Nincs, én nem vagyok babonás. Régen sem volt, sosem? Nem, valahogy nem. Érdekes. Jót szoktam mosolyogni mindig, amikor megyek itt-ott. Nem tudom, itthon van ez az esernyőt, nem szabad kinyitni, egy külföldi ismerősnél fordult nem, elő. Nem, hogy azt nem ismerem. Teljesen kikészült, hogy bent kinyitod az esernyőt, még mielőtt kilépnél a házba, hogy úristen, most mi lesz? És nézd, hogy mi történt, mi van? Nem szabad. A latin népeknél például nem szabad kinyitni az esernyőt bent a házban. Komolyan? Ez a szabadba. A görögök például úgy számolnak, hogyha mutatják a számot, tehát hogy kézzel is az ujjuk. De ez komoly. Ott is Dél-Amerika ez, hogy a mutató ujjaddal kezded az egyest. Tehát igen? Nem a hüvelyk ujjaddal. Azt nem tudom. Ja, a görögöknél az, hogy az ötöt például azt úgy, hogy magad felé legyen a tenyered. Az ötöt így mutatják, mert hogyha szembe mutatod az ötöt, akkor az átkot jelent. Ne! Tehát, hogy valakire rátolod, de durva. 1, 2, 3, 4, és az ötnél, tehát nem szabad szembe mutatni, hogy 5 sört kérek, hanem kifelé. Aha. Igen. Mert hogy az a külföldiek átok, gondolom, hogy csomószor elszúrják, nem? Hát jó, gondolom, azért nincsen ott ilyen főbejáró bűn, tehát hogy nem csak csinálják ki rád. A külföldieket. Ah, de nem illik. Igen. Jó, azt tudni. Zorikám, hát akkor együnk egy babonapejhet. Aztán hello. Na, végre Petrászat, hogy nevessél már. Nem, én szeretem nevetni. Mondd még egyszer, Tomi, mondd, hogy... De, na, együnk egy babonapejhet. Köszönjük jó rádiózást, Györg, holnap reggel, akkor jövünk.